Abban az időben még így, akik már ettől több, azok már öreg lányok. Itt villányok voltak, ugye? Szóval ez az eljegyzési képünk volt. A családi albumot nézegetve gyorsan elevenednek meg az emlékek, még akkor is, ha az átélt pillanatok 65 évvel ezelőtt történtek. A 88 éves Károly és felesége, a 86 éves Ilona még ma is szeretettel néznek egymásra. Akkor is, ha a házasságkötésük dátuma 1950. szeptember 24-én volt. Az őszintesség, az egymás megbecsülése, és sok-sok apróság. De amit mindenkor kész legyen az ember kifejezni. Tömören fogalmazza meg a hosszú házasság titkát Károly. Visszaemlékezésükből az is kiderült, hogy Ilona néni nehezen adta be a derekát annak idején. 3 évig kellett udvarolni, mire eljegyzésre került a sor. Nehezen mentem hozzá feleségül, de ma már azt mondom, hogy naponta adok hálát két kézzel a jó Istennek, hogy nekem őt rendelte, mert azt az életet, amit biztosított nekem is, gyerekeimnek, az soha, soha eléggé nem tudom neki megköszönni, mert gyönyörű életet biztosított. Otthonuk nappaliában minden fotó a családról szól. 2 gyermeküknek, 4 unokájuknak és 4 dédunokájuknak is a család fontosságát hirdetik a mai napig. Az unokák Miami-ba, Angliába és Magyarországra szóródtak szét az évek folyamán, de a távolság nem gyengített a köteléken. Végtelen szeretet van közöttünk. Ha beszélgetünk, ha telefon, ha levél, azaz elmaradhatatlan 3 szó, hogy nagyon szeretünk benneteket. Hát nekem ez a legfontosabb, a legszebb, amit elvárhatok tőlük. Az idős Benda házaspár békésen, csendesen él Topolyai otthonában, és csak remélik, hogy családi körben megélhetik a 70. kegyelmi lakodalmukat is.